Szeretettel köszöntöm a ma esti rendelőnézőit, és tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Rosta Ildikót, az Albert-Schweitzer Kórház gyermekorvosát, a gyermekosztály főorvosát és gastroenterológust, akivel a mai napon a lisztérzékenységről fogunk beszélgetni. Főorvosasszony, a lisztérzékenység mint betegség, hogyha körül lehetne írni ilyen laikusan, akkor mit jelent ez a betegség? Hát lisztérzékenység, vagy most elmondom a többi nevét is, mert sokszor a lakosság, a betegek ezzel is találkoznak. Cöliákia, vagy gluténszenzitív enteropátia. Ezen a három néven lehet bele találkozni. Tehát a lisztérzékenység egy olyan autoimmun betegség, amikor az illető a négy gabonafélének, a búza, a rozs, az árpa és a zab, egy glutén nevű fehérjére tulajdonképpen allergiás, és ez ellen, a glutén nevű fehérje ellen a szervezet elkezd ellenanyagot termelni, onnantól kezdve, ahogy a beteg ezzel a gluténnel először találkozik. Ennek aztán az lesz a következménye, hogy ez az ellenanyag termelése ez egyre fokozódik. Ezek az ellenanyagok lerakódnak a vékony bél nyálkahártyája alá, és ennek következtében szépen fokozatosan a nyálkahártya elsorvad. A nyálkahártya sorvadásnak az lesz a következménye, hogy a betegnél előbb-utóbb hiánybetegség tünetei lépnek, vagy léphetnek fel, aminek a következtében kialakulnak a lisztérzékenység, vagy kialakulhatnak a lisztérzékenységnek a tünetei. Megjelenési formáját tekintve többféle típus különböztetünk meg. A típusos lisztérzékenység tankönyv szerint, és sokáig, évtizedekig főleg ezzel a betegséggel foglalkoztak, illetve ez volt köztudott, még az orvosok között is, hogy csecsemő, illetve kisdetkorban jelentkezik, akkor, miután körülbelül 6 hónapos korban kapnak a gyerekek először valamilyen lisztes ételt, és ez fokozatosan kerül beépítésre az étrendjükbe, és ennek azért idő kell, hogy ezek a tünetek aztán és az ellenanyag termelés meg a lerakódás kialakuljon, és típusosan ilyen 22-26 hónapos korban, tehát kisdetkorban szoktak jelentkezni azzal a szülők, hogy a kisdednek a súlyfejlődése megtorpan, és nagy puffat lesz a hasa, és típusos esetben hasmenések lépnek fel. Na, ezzel a formával találkozunk ma már a legritkábban. Ehelyett nagyon gyakran felnőtt korban kerül felfedezésre ez a betegség, méghozzá ilyen kvázi semmit mondó tünetekkel, amit azt értem alatta, hogy sok más betegségnek a tünete lehet. Tehát például ilyen, hogy vérszegénység, fáradékonyság, leginkább vashiányos vérszegénység, aztán például nőknél menzesz kimaradás, vagy egyáltalán vagy teherbeesési probléma, aztán fogzománc eltérések, tehát csomó olyan tünet, ami egyébként más betegségeknek is a részjelensége lehet, tehát ritkán gondolnak rá a betegek is, illetve nem biztos, hogy elsőre a körzeti orvos, akihez fordul, rögtön lisztérzékenységre gondol. És pontosan ezért nehéz a betegségnek a diagnózisa, hiszen legelsősorban gondolni kell rá. Tehát, hogyha ez az előbb említett típusos tünetcsoport jelentkezik, akkor nem probléma, akkor gyorsan diagnózishoz lehet jutni, még egyéb esetben sokszor évekig tart, amíg kiderül a betegség. Nagyon gyakran olyan is van, hogy semmilyen tünete nincs az illetőnek, illetve nem tudja, hogy van tünete, mert legfeljebb kicsit fáradékony, de ez nem tűnik fel neki, és esetleg egy véletlen szűrővizsgálat kapcsán derül fény arra, hogy a vérben eltérés van, és akkor történik a kivizsgálása. Tehát gyakorlatilag a betegség az egy fehérjére való allergiás reakció, aminek a következtében aztán különböző egyéb tünetek lépnek fel. Végső esetben aztán, hogyha típusos a betegség és nem kerül felismerésre, akkor a hiánybetegség akár szélső esetben odáig is elfajulhat, vagy hogyha valaki meg tudja, hogy lisztérzékeny és nem diétázik, hogy a hiánybetegség következtében akár meg is halhat.
azért ez ritkán fordul elő, viszont az igen, hogyha egy lisztérzékeny beteg nem diétázik, nem feltétlenül azért, mert nem akar diétázni, hanem azért, mert nem tudja, hogy beteg. Ezeknél az embereknél az emésztőszervi daganatos betegségnek az esélye, leginkább ez limfoma szokott lenni, ez 30-szoros a normál populációhoz képest. Tehát ez egy nagyon magas arány, ezért van az, hogy nagyon, tehát a gasztroenterológiai szakrendelésen próbáljuk kiszűrni ezeket a betegeket, és mi gyakran gondolunk rá, és bizony számtalan beteget sikerült kiszűrni. Azt kell még tudni erről a betegségről, hogy a genetikai hajlam lehet rá, és így a lisztérzékeny betegeknek a családjában gyakrabban fordul elő, tehát a testvéreknél és a utódoknál gyakrabban van ez a betegség, és ezért akárkit kiszűrünk, ott családszűrést szoktunk utána végezni. Szoktam mondani a szülőknek, hogyha a gyerek gasztroenterológiai rendelésen találunk egy ilyen beteget, hogy nem hibást keresünk, hanem egy rejtett betegséget, és azért szűrjük ezt, hogy a szülőnél, aki esetleg lisztérzékeny és eddig nem diétázott, nehogy kialakuljon az a limfóma, amit az előbb említettem. Hát nem egy barátságos betegség, és ahogy főorvos asszony is említette, hosszú út vezethet oda, hogy egyáltalán ez megállapításra kerüljön. Mégis mi az a orvosi eszköz vagy módszer, amivel ezt a betegséget meg tudják állapítani? Hát a barátságtanra szeretnék még visszareagálni, igazából majd a végén talán fogunk arról is beszélni, hogy mivel lehet gyógyítani, az már barátságosabb, azt gondolom, és a kimenetele is az tud lenni. A barátságtalanabb része valóban még a kivizsgálás, hiszen mindenképpen, mivel ez egy életre szóló betegség, és egy életre szóló diétát fogunk előírni annak a betegnek, akinél ezt a betegséget diagnosztizáljuk, ezért nagyon alaposan körbe kell járni, és nagyon meg kell, hogy legyünk győződve arról, hogy ez a betegség biztosan fennáll. Ezért nem elég egy vérvétel. A vérvétel egy speciális vérvétel, tehát nem minden laboratórium dolgoz fel ilyen vizsgálatot. Itt speciálisan a lisztérzékenység immunmarkerét mutatjuk ki, illetve mutatja ki az a labor, aki ezzel foglalkozik. Az önmagában, hogy ez a vizsgálati eredmény pozitív, tehát az érték az magas, még kevés ahhoz, hogy kimondjuk ezt az életre szóló diétát. Ehhez kell egy felső endoszkópos vizsgálatot végezni, amit a köznyelv gyomortükrözésnek hív, aminek kapcsán nem csak a gyomorig, hanem a gyomrot követő vékonybél felső szakaszáig kell lemennünk, amit egyébként minden felső endoszkópos vizsgálat magában foglal, és innen kell mintát venni. A mintavételnek aztán a patológiai feldolgozás lesz a következő lépése, és itt fogják a mikroszkópos vizsgálat során megállapítani, hogy a vékonybél nyálkahártyának fennáll-e a sorvadása, és milyen mértékben. Egy bizonyos szintű nyálkahártya sorvadásnak kell ahhoz lenni, illetve ennek a pozitív véreredménynek, hogy kimondható legyen a diagnózis. Ez az esetek nagyobb részében, hogyha amikor ezeket a vizsgálatokat végezzük, egyértelmű szokott lenni, egy kis százalékban még akkor is tovább kell figyelni a beteget, hogyha mind a két vizsgálatot elvégeztük, hiszen előfordul, hogy bizonytalan az eredmény, és ilyenkor ismételten kell akár mind a két eljárás megismételni. Abban az esetben, hogyha ez a vérvétel is és a nyálkahártya sorvadásnak a mértéke is alátámasztja a betegséget, akkor mondjuk ki ezt a diagnózist, és onnantól kezdve kérjük meg a beteget, hogy működjön velünk együtt, és az étrendjéből a búza, a rozs, az árpa és a zab, illetve az ebből készült bármilyen ételt felejtse el. Ez első hallásra nagyon szörnyűnek hangzik, hiszen az alap élelmiszerünk a kenyér, és a európai, tehát Európa szerte a búza az egyik fő alapeledelünk, illetve az abból készült kenyér. Úgyhogy a környezetünkben ez nagyobb problémát jelent, mint mondjuk Ázsiában, ahol egyébként a betegség ritkább is, hiszen ott a rizs az alapélelmiszer, ami ugye nem képezi a diétának az alapját. Úgyhogy
Tehát egy ilyen gluténmentes étrendet kell kezdeni a betegnek, aki ezen a speciális étrenden gyakorlatilag egészségessé válik. Tehát azt kell tudni, és ez a barátságosabb része, hogy a megfelelő gluténmentes étrenden ezek a vékonybél bolyhok kinőnek, és a felszívódása pont olyan lesz egy jól diétázó, lisztérzékeny embernek, mint a teljesen egészséges többieknek. És hogyha ezt a diétát szépen tartja, akkor egy teljes értékű életet élhet. Az nagyon fontos, hogy ma már, mondjuk ahhoz képest, mint amikor én a gasztroenterológiai pályámat kezdtem, akkor még nagyon kevés olyan hely volt, ahol ezekhez az élelmiszerekhez hozzá lehetett jutni. Ma már ez, mivel hogy elég sok beteget diagnosztizáltunk Magyarországon is, és Európa szerte, erre ráállt az élelmiszeripar is, és elég jól el tudjuk különíteni, illetve találnak a betegek maguknak megfelelő gyakorisággal helyeken megfelelő élelmiszert. Fontos tudni, hogy nem csak a kenyérben nem lehetnek ezek ez a glutén, hanem semmi olyan más ételben, amit bevisz a beteg, tehát a konzervekben, az egyéb étrend kiegészítőkben sem lehet, és itt van eléggé nehéz dolguk, hiszen minden egyes dolgot, amit megvásárol a beteg, meg kell, hogy nézze alaposan, hogy van-e benne glutén, vagy nincs. Ebben most nagy segítség, hogy meg kell jelölni már a gyártóknak a gluténmentes termékeket, illetve azt is, hogyha nyomokban glutén tartalmaz, tehát ma már könnyebb a dolgunk. Ettől függetlenül ez egy anyagilag is, és hát a főzés szempontjából is egy nagyobb terhet ró mind a családra, mind a felnőtt betegre. Tudni kell, ha már itt az anyagi részéről beszélünk, hogy a gyerekeknél 18 éves korig emelt összegű családi pótlékot kapnak, illetve a felnőtt betegek, akiknek ez a betegséget kimutatjuk, adókedvezményben részesülhetnek. Főorvos asszony, a diagnózis megállapításáról beszéltünk, most már arra is utaltunk, hogy milyen kezelési lehetősége van annak, akinek ezt a sajnálatos tényt megállapítják. Ezen kívül gyógyszeres kezelés is szükségeltetik? Nem, nem szükséges gyógyszeres kezelés, nincs is. Kutatások folynak ez irányban, de mindez idáig gyógyszeres kezelés nem áll a rendelkezésre. Sokan szeretnének két gyógyszerrel megúszni a betegséget, sajnos ezt ma a mai tudásunk szerint még nem lehet. Viszont azt gondolom, hogy azok a betegek, akik elkezdik ezt a diétát, és ugrásszerűen javul az általános állapotuk, azok azt gondolom megtesznek mindent azért, hogy ezt a diétát jól betartsák, és hogyha egyszer már megtanult egy beteg jól diétázni, akkor az utána már nem okoz neki nagyon nagy megterhelést. És én azt gondolom, hogy a betegeinknek a nagy százaléka ebben jól együttműködik, és én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet, hogy nagyon sok ilyen beteget gyakorlatilag a későbbi szövődményektől ezzel meg tudunk óvni. Említette a felső tükrözést, tehát a gyomor tükrözést. Igen. És a szűrővizsgálatokon pedig találkozunk azzal is, hogy lisztérzékenységvizsgálat zajlik egy picike tűszúrás nyomán. Ez is objektív, vagy tényleg 1000%-os diagnózist inkább csak ez a tükrözés tud adni? A szűrővizsgálatoknak az a szerepe, hogy aki magát egészségesnek tartja, hogy részt vehessen ilyen szűrésen, valóban ma már rendelkezésünkre áll egy olyan szűrővizsgálati módszer, hogy gyakorlatilag egy pici, tehát néhány csepp vérből, egy kis kapilláris vérből 5 perc múlva meg tudjuk mondani azt, hogy pozitív-e az a teszt, vagy nem. Kicsi korlátja van ennek a vizsgálatnak, hiszen az úgynevezett IgE hiányosoknál nem mutatható ki pontosan ez a vizsgálat, illetve arra is van másik teszt, de ami a forgalomban kapható, gyógyszertárban kapható, ezzel nagy pontossággal, de nem 100%-os pontossággal meg lehet nézni akár otthon is, hogy valakinek ez a teszt pozitív vagy negatív. Amennyiben a teszt pozitív, akkor következik az a kivizsgálás, amit az előbb említettem. Tehát önmagában senkinek ez ilyen gluténmentes étrendet, és ez nagyon fontos. Egy pozitív, úgy hívják ezt a tesztet, hogy biokárd gyors teszt, egy pozitív teszt alapján, mert azért ezt alaposan körbe kell járni. De nagyon-nagyon jó szűrő módszer, és nagyon ajánlatos is, hogy minél többen ezt a szűrő módszeren túlessenek. Ezért is van az, hogy
a 60 városában is már több éve ezeken a városi sportrendezvényeken, ahol egészségügyi szűrések történnek, már évek óta a rendelkezésre áll ez a vizsgálati lehetőség. Akinek már volt ilyen vizsgálata és negatív, annak nincs szüksége arra, hogy többször megismételje, tehát igazából a következő szűréskor inkább azokat a lakosságnak azt a részét várjuk majd, akik még nem vettek ezen részt. Tehát akinek egyszer negatív és nincsen tünete, az viszonylag nyugodt lehet. Tehát ez nem olyan, hogy majd 5 év múlva kijön a betegség, valakinek van születés után, vagy nincsen. Tehát hogyha egyszer megszűrték és negatív, akkor mondom, nagyon nagy pontossága, tehát nem lehet 100%-ig biztos, de ha ennél pontosabbat diagnózist szeretne, akkor mindenképpen nem a szűrés megismétlését, hanem egy gasztroenterológiai kivizsgálást javaslok. A megállapítások során is a beszélgetésünk elején említettük, hogy már van, akinek tényleg egész pici korban előfordul, és felnőtt korban is gyakori. Mégis visszakérdeznék, hogy melyik korosztályra jellemzőbb inkább ez most, hogyha a vizsgálatok tükrében visszatekintünk, milyen korosztályt érint inkább ez a baj? Hát nem tudok pontos választ adni, csak azt tudom ismételni, hogy régen a kisdetkorban derült ki, ma már alig találunk kisdetkorban ilyen betegséget. Én inkább azt mondanám, hogy nagyobb gyerekeknél, illetve felnőtteknél találunk mostanában több lisztérzékenységet, illetve a felnőtteknél főleg azért, mert a nagyobb gyerekeknél is kiszűrjük. De volt olyan betegem, vagy van olyan betegem, aki 71 néhány éves volt, amikor először panaszaival a házi orvosához fordult. Megmondom őszintén, amikor ő megérkezett a rendelőbe, akkor nekem sem a lisztérzékenység jutott először eszembe, hanem mivel, hogy nagyon le volt fogyva, attól tartottam, hogy valamilyen emésztőszervé daganata lehet inkább, és hát gyakorlatilag nagyon örültünk annak, hogy csak lisztérzékenysége van, és azóta is tartja a diétát, és azóta jól van. Úgyhogy gyakorlatilag bármely életkorban nem késő ezt kiszűrni, és mindig gyanakodni kell rá, mert csak úgy, ha gondolunk rá, akkor fog kiderülni. Beszélgetésünk végén egy utolsó kérdést engedjen meg, pozitív kimenetele legyen ennek a nem barátságos betegségnek, ahogy említettük. Akkor a diétáról beszéltünk, hogy mi az, amit teljesen ki kell zárni a forgalomból annak, aki ilyen betegségben szenved és hosszú boldog életet tudhat magáénak. Egy kicsi receptúrát, hogy akkor mégis mi az, amit fogyaszthat és bátran fogyaszthat, és inkább gyakrabban. Hát minden mást, ami nem tartalmazza ezeket a gabonaféléket, tehát például a rizs, a kukorica, a burgonya, és általában ezekből készítenek lisztet, és ebből sütik a kenyeret. Az összes zöldségféle, a húsfélék, és hát igazából minden más, ami ezeket nem tartalmazza. Tehát a betegek nagy része először sokkot kap, hogy semmit nem ehet majd, és aztán, hogy elkezdünk beszélgetni, illetve ő is elkezd gondolkozni, hogy mi is az, akkor aztán rájön, hogy tulajdonképpen azért nem könnyű, de nem lehetetlen egy boldog életet élni gluténmentesen is. Főorvos asszony, én köszönöm önnek a beszélgetést és a jó tanácsokat a nézők nevében is. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, és kívánunk mindannyiuknak jó egészséget, viszontlátásra.